próbáltam nem szólni. De a kialakult vita nem engem meg, hogy meghívhessen, kérem szépen az időt. És ne adjak át önöknek olyan ismereteket, amivel a kialakult vitát ne lehetne kívánni. Tehát tejben lévő zsír talán az egyetlen, és csak ez az egy szó kapcsolódik a főigazgató asszony előadásához unikális. Azért unikális, mert a tejben, tejzsír emulgeált állapotban van, és ezt az emulziót és az emulziónak a stabilitását tej zsírgolyócska burka és a burkába beépített élettanilag is fontos anyagok határozzák meg és alakítják ki. Ezért a tejzsír egy komplex anyag, nem kimondott a glicinceri, foszfolipoideket és glikolipoideket is tartalmaznak. És a foszfolipoidok és a glikolipoidok pont a tejzsír burkában van, ami a tejzsír emulzióba tartja. Kérdeztem. A foszfolipoidok, a glikolipoidok alapvető tulajdonsága, hogy a koleszterint folyadék formában tartja az emberi szervezetbe és a véráramba. Ha ezek az anyagok nem volnának jelen, akkor nem volna olyan tényező, ami a koleszterin folyadék formában tartását kérem szépen garantálná és biztosítaná. Tehát óriási tévedés az, aki azt mondja, hogy vegyük ki a tejzsírt, és vele együtt a tejzsírral vegyük ki azokat az élettanilag fontos anyagokat, ami az egész koleszterin anyag cserét jelentősen befolyásolja. Ez az egyik pont. Kérem szépen. A tej zsírgolyócska burkában vannak a polién telítetlen és a többszörösen telítetlen zsírsavak. És azt mondjuk, hogy vegyük ki a tejzsírt a tejből, hogy fosszuk meg azok a tejben lévő azoktól az élettanilag fontos poliér zsírsavaktól a tejet, amiért unikális a tej. Kérem szépen. Arról nem is beszélek, hogy a foszfolipoidok, a glikolipoidok alkotó részei és eszenciális alkotó részei az agyszövetnek, az idegszövetnek, a májnak és így tovább. Most újra azt mondjuk, hogy ezt mondjuk ki, fogyasszunk nulla zsírtartalmú tejet, hogy lehetőleg minél regeneráltabbak legyünk. Én mindig csak viccnek számítom. Kérem szépen. Alkotó elemei az idegszövetnek, a májnak, a spermának és így tovább. Na, én nem akarok most életlen tudományokat kérdezni kezelni, ezért általában lehet csak egyet érteni abban, hogy a zsír általában csökkentsük, de kivételek is vannak, és ez a tej, és azok a tejtermékek, amik a zsír valódi emulgiált állapotban van, és az emulzió hordozza ezeket az élettanilag rendkívül fontos pótolhatatlan anyagokat. Ez már nem igaz a sajtra és nem igaz a vajra, mert a sajtgyártáskor és a vajgyártáskor demulgálódik, és a zsírgolyócska membrán anyagai az íróba és egy nagyobb része kérem szépen a savóba kerül. Nem véletlen, hogy Nyugat-Európában az írófogyasztás a csúcson van. És az írófogyasztásánál senki nem beszél az írósírtartalmáról. Kérem szépen.
ne vegyük ki, már csak azért sem, mert azért is unikális a tehetség, mert az egy mikron körüli, vagy az egy mikron alatti döntően ez a tudás a tehetségben. Ebben az energia állapotában szívódik fel, és nincs szükség a szervezetben arra, hogy epesavakkal és így tovább hozzon létre a szabad zsírok emulgálására epesavakat és epesókat. Tehát én semmi másra nem akartam rávilágítani, hogy ez sokkal árnyaltabb a tudomány és az élettel, mint hogy ilyen döngő isteni kinyilvánításokat tegyünk, hogy ne legyen benne tehetség. Abszolút megint túloztam csak a közérthetőség.